Adorjánon a falu apraja nagyja részese volt valamilyen formában a hétvégén megtartott falunapnak. Az őszi munkák ellenére az ünnepi műsort az általános iskola udvarában sokan megtekintették. Idősek és fiatalok egyaránt alkalmi műsorral készültek. Mi már az idén 19. alkalommal ünnepeltük Adorján falunapját, ugyanis 19 évvel ezelőtt ünnepeltük a falunknak a 800 éves fönnállását. Az idén is, mint minden évben, itt az iskola udvarban falunk apraja nagyja, az iskola, vagy az óvodásoktól, legkisebbektől, a nyugdíjasokig mindenki részt vett az ünnepi műsorban, és így szoktuk megünnepelni a falunk napját. Az iskolás ünnepség után sor fog kerülni a szentmisére, utána pedig a helyi közösség nagytermébe a helyi közösséggel kapcsolatban levő intézmények, valamint falunk polgárai ünneplik ezt a jeles eseményt. Mint az elmúlt években, idén is ajándékcsomagban részesültek a falu legfiatalabb és legidősebb polgárai. Elhárt Kristóf és Vásár Emily a település legfiatalabb, Míg Sándor József 87, Vajda Erzsébet pedig 89 életévével a falu legidősebb lakói. Az eseményen jelen volt Nyilas Leona Vanita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, Fejsztámer Robert magyar kanizsai polgármester és Milos Krávics a magyar kanizsai községi képviselőtestület elnöke is.